Háromszorosára emelkedhet jövőre a késedelmes adófizetés pótléka, ami rosszul érintheti a kései fizetésre amúgy is hajlamos magyar cégeket, figyelmeztetett a Mazars. Közölték, a pótlékot késedelmes adófizetés után számolja fel az adóhatóság, a mértéke pedig a hatályos törvények szerint a jegybanki alapkamat kétszerese, azaz jelenleg 1,8%. A parlament előtt lévő tervezet alapján azonban a pótlék január 1-től a mindenkori alapkamat 5% ponttal növelt értéke, azaz 5,9% lenne, feltéve, hogy a jegybank addig nem emel alapkamatot. Különböző felmérések szerint a cégek nagyjából fele szokott késni számlái kifizetésével, még adóügyekben a gazdálkodók 17%-a fizet a megadott határidőkön túl. A késedelmes fizetések egyik meghatározó oka a forrás hiány, így pedig az amúgy is anyagi nehézségekkel küzdő cégek január 1-től közel háromszor nagyobb büntetésre számíthatnak majd, emelte ki Hánnagy Dániel adóigazgató. Munkaügyi szabálytalanságot találtak a vizsgált 1042 munkáltató 81%-ánál. Az ellenőrző csak nem 4000 munkavállalónak, pedig 69%-ánál az áprilisi akció ellenőrzésen. A legtöbb probléma az építőipart érintette, és jellemzően a fekete foglalkoztatásból adódott. Elsősorban azt vizsgálta a pénzügyminisztérium munkaügyi főosztálya, hogy megvalósult-e a 2018. január 1-én életbe lépett minimálbér és garantált bérminimum emelése, illetve áttekintették a foglalkoztatási jogviszonyok rendezettségét és a munkaidőre, pihenőidőre vonatkozó jogszabályok megtartását. A minimálbérre és garantált bérminimumra vonatkozó szabályok megszegése 42 munkavállalót érintett, azaz a jelentés szerint ez a típusú szabálytalanság továbbra sem jellemző. Ugyanakkor megjegyezték, hogy a legtöbb probléma a határidőben történő bérfizetés elmaradásából adódott, ami 409 munkavállalóra terjedt ki. Az ágazatokat tekintve ezek a problémák főként a feldolgozóipar területén fordultak elő. A fekete foglalkoztatás a vizsgált dolgozók 16%-át érintette, az építőiparban ellenőrzött munkavállalóknak azonban az 53%-át, a mezőgazdaságban dolgozóknak pedig a 42%-át. A kedvező hazai időjárás, a csapadékos és meleg idő jót tett a dinnyének, így a megszokottnál korábban kerülhet a mézédes hazai gyümölcs a fogyasztók asztalára, hangzott el az M1 Magyar Gazda című műsorában. Az előző évekhez képest 2 héttel hamarabb érik a dinnye idén, mondta Györfi Balázs, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara elnöke. Ez azt jelenti, hogy június végén, július elején szinte a teljes magyar dinnyetermés piacra kerül. A magyarországi görög dinnyetermesztés megközelíti majd a 200 ezer tonnát, ennek körülbelül 40%-a exportra kerül, közölte annak elnöke. A NAK idén is támogatja a magyar dinnyetermesztőket. Györfi Balázs elmondta, az elmúlt évben volt olyan időszak, amikor 20 forint volt a dinnye kilónkénti termelői ára. Ez az önköltségi ár alatt volt. Remélik, hogy az idei szezon nem tartogat ilyen kellemetlen meglepetéseket, a jó szezont zárhatnak majd, és a termelők, a fogyasztók egyaránt, fogalmazott Györfi Balázs. Az 5 nagy magyarországi dinnyetermesztő terület termelőinek beszámolói alapján jó termésre lehet számítani, így a minőségi áruval rendelkező gazdák jó bevételre tehetnek szert. A felhasznált kábítószerek 50%-a designer drog, ezért fontos a használatukkal szembeni fellépés, mondta az Emberi Erőforrások Minisztériumának parlamenti államtitkára hétfő reggel az M1-en. Rétvári Bence közölte, Magyarországon van az Európai Unió egyik legrugalmasabb, de legszigorúbb drogszabályozása, hiszen nem csak egy adott kábítószert, hanem annak törzs képletét is szankcionálják. Így ha az megjelenik egy új névvel ellátott szerben, az érintett büntethető. Hozzátette, a designer drogok a legveszélyesebbek a kábítószerek között, hiszen kevésbé kiszámítható a hatásuk és gyorsabban terjednek, például azért, mert nagyon olcsók. Az államtitkár a legfontosabbnak a designer drogokkal szembeni fellépést nevezte, és kiemelte, már több mint 70 törzsképlet került fel az említett tiltólistára.
Július 1-től a kormány megtéríti a Kressz tanfolyam és vizsgadíját is a 20 évnél fiatalabbaknak. A visszatérítés 25 ezer forintig jár sikeres vizsga esetén, és akkor is igényelhető, ha valaki nem azonnal a Kressz vizsga után vesz részt a gyakorlati oktatáson. Évente 30 ezer 20 évnél fiatalabb szerez jogosítványt itthon. A szakemberek abban bíznak, hogy a támogatás ösztönözni fogja a diákokat, hogy minél hamarabb ismerkedjenek meg a Kressz szabályaival. A kormány célja, hogy támogassa a fiatalok mobilitását, ezzel növelve a munkaerőpiacon való elhelyezkedésük esélyeit. A Kressz tanfolyamot évente csak nem 50 ezer 20 évnél fiatalabb diák kezdi el, közülük csak nem 30 ezeren sikeresen teljesítik is a vizsgát. Azok, akik igénybe vennék a támogatást, az új nemzedékközpontnál érdeklődhetnek. Az utólagos visszatérítést elektronikusan is lehet majd igényelni. Elindultak az első csoportok az erdélyi vándortábor program útvonalain. Idén nyáron 100-nál is több csoport, csaknem 3000 diák és pedagógus jelentkezett az Országos Erdészeti Egyesület által szervezett egyhetes túrákra, amelyek a Bakony, a Börzsöny, a Mátra, a Mecsek, valamint a Pilis természeti és kulturális értékeivel ismertetik meg a fiatalokat. Erről Elmer Tamás, az Országos Erdészeti Egyesület programfelelőse tájékoztatta a Magyar Időket. Emlékezetes, az erdélyi vándortáborok 2018-as szezonját június 21-én nyitotta meg hivatalosan Révész Máriusz, aktív Magyarországért felelős kormánybiztos és Nagy János állami földekért felelős helyettes államtitkár. Az erdélyi vándortábor program egyes útvonalain 7 nap alatt 60-80 kilométert tesznek meg a felső tagozatos és középiskolás diákokból álló csoportok. A szervezők az 5 útvonalon összesen 350 kilométernyi utat jelöltek ki, és 18 táborhelyet létesítettek, ahol jellemzően tábori ágyakkal berendezett sátrakban szállnak meg az egymást követő csoportok. Minden útvonalon kulturális és erdélyi iskolai programok is várják a diákokat, hiszen a vándortáborok célja az egészséges kikapcsolódás biztosításán túl a magyar tájak értékeinek bemutatása is. Sikeresen pályázott Lábatlanváros önkormányzata a terület és település fejlesztési operatív program felhívására. 240 millió forint Európai Uniós visszanemtérítendő támogatás segítségével a településen megnyithatja kapuit a Dunamente ökoturisztikai látogatóközpont. A jelenleg üresen álló és egyre rosszabb állapotban lévő épület helyén egy korszerű látogatóközpont létesül, melyben a település és a környék természeti értékeit kívánják bemutatni, ezen kívül lehetőséget teremt majd nagyobb csoportok fogadására és foglalkozások lebonyolítására is. A projekt részeként a látogatóközpont szomszédságában a gerendai kert fejlesztésével egy növényvilágot bemutató tanösvényt is kialakítanak. Az épületben helyet kap egy recepció, egy nagyméretű előadóterem, valamint 5 olyan terem, melyben a környék látnivalóit bemutató kiállító tér nyílik majd. A beruházás 2020 tavaszán zárul. Már két átkelőnél is működik Komáromban a gyalogosok átkelését segítő új figyelmeztető és villogó eszköz, amely napelemmel működik. Az önkormányzat idei tervei között szerepel, hogy a főútvonalon található összes átkelőhöz helyezzen ki hasonló jelzőket. Az elmúlt időszakban új közlekedési táblákat tetetett ki a komáromi önkormányzat a forgalmasabb átkelőkhöz, mivel szükségét érezte a városvezetés, hogy a gyalogosok átkelése a főútvonalon biztonságos legyen. Dr. Molnár Attila polgármester elmondta, az idei tervek között szerepel, hogy legalább a forgalmas főútvonalon legyen minden zebránál egy-egy ilyen figyelemfelkeltő tábla. A villogó jelzés napközben is jól látható, így megkönnyíti az itt áthaladó gyalogosok közlekedését. Azt tapasztaljuk, hogy a sárga jelzés hatására a forgalom lelassul, így biztonságban kelhetnek át az úton a gyalogosok. Egy átkelőhöz a tábla telepítése 6-700 ezer forintba kerül, azonban életeket is menthet, így ezen nem lehet spórolni, emelte ki a polgármester.
A Neszmélyi Launai Miklós Református Iskola már harmadik eredményes határtalanul pályázata által alkotott és gyűjtött élményeket a Székelyudvar helyi dr. Palló Imre Művészeti Líceum tanulóival és kollégáival. Ide május 12-e és 16-a között látták vendégül az Erdélyi Iskola 30 tanulóját Neszmélyen. A szakmai kirándulások, múzeumlátogatások mellett landartot készítettek az agostyáni ökofaluban. A közös alkotások alkalmat adtak az ismerkedésre és a barátságok kötésére. A Neszmélyi Iskola tanév végi művészeti kiállításának megnyitóján is részt vettek a vendégek. Voltak a parlamentben, a Nemzeti Galériában és a Mátyás templomban. Körbejárták Tatát és megnézték a monostori erődöt is, majd hazafelé Esztergommal ismerkedtek. Június 2-án indult útnak a Neszmélyi csapat szintén 30 tanulóval Székelyudvarhelyre. Válaszúton megismerkedtek Kalló Zoltán néprajzi gyűjteményével, a látott motívumokat a további tanulmányaikban hasznosítani fogják. Udvarhelyen készült közös alkotásukat a Nemzeti Összetartozás napjára időzítették, és egy igazán kifejező szabadtéri művet készítettek, mely felkeltette a helyi sajtó figyelmét is, hiszen megjelentették az újságban is. Szőnyi Ferenc megígérte és megcsinálta. A Race Machine becenevet méltán viselő Szőnyi ismét a világon egyedüliként teljesítette a The Hell Race futóverseny 480 kilométeres távját. A komáromi vasember nem csak megismételte a tavalyi elképesztő teljesítményt, de még túl is teljesítette azt, és az előző évinél 4 órával, 20 perccel és 46 másodperccel jobb időt futott. Tudom, hogy képes vagyok rá, most egy kicsit talán jobban. Ezzel a gondolattal indult neki az 54 éves Szőnyi Ferenc a pokoli versenynek, és sikerült ismét ámulatba ejteni a világot. Az Indiában megrendezett verseny 480 km hosszú, közel 10.000 méteres szintkülönbségeket magában rejtő útvonala 5-ször keresztezte a Himaláját. A különösen nehéz versenyre mindössze 4-en neveztek be, ám 3 versenyző rövidebb, hosszabb idő után feladta a küzdelmet. Így Szőnyi a természeti elemekkel dacolva 108 óra 52 perc 29 másodperc hivatalos eredménnyel egyedüliként ér célba. Hétfőn megkezdődött az egyes számú főút vértesszőrősi átkelő szakaszán a teljes körű útfelújítás. Az 57-es és az 59-es kilométer szelvények között útépítés miatt a félútpályát lezárták, vértesszőrős és Tatabánya között. A menetidő meghosszabbodása miatt érdemes kerülni a Tatabányai Ipari Parkon át, vagy az M1-es autópályán, de a stráda használatához pályamatricára is szükség van. Az elkövetkező 2-2,5 hónapban a menetidő meghosszabbodására kell felkészülniük a Tatabánya vértesszőlős és a Tata vértesszőlős irányában közlekedőknek. A 100 milliárd forintos országos útfelújítási keretből összesen 270 millió forintot fordítanak a településen áthaladó, mintegy 2 kilométeres útszakasz korszerűsítésére. A felújítás során kicserélik a víznyelőrácsokat, fedlapokat, valamint a vízelvezető árkokat is kitisztítják. Csütörtökön eleinte az erősen felhős borult égből sokfelé várható eső, zápor, majd kelet-délkelet felől felszakadozik, csökken a felhőzet. Megerősödik a keleti szél, a hőmérséklet csúcsértéke 18 és 25 fok között alakul. Pénteken a napsütés mellett időnként megnövekszik a felhőzet, és elszórtan zápor, zivatar várható. Az északnyugati szél élénk lesz, 22 és 27 fok között tetőzik a hőmérséklet. Szombaton változóan felhős lesz az ég, főleg a középső tájakon alakul ki zápor, zivatar. Megerősödik az északi szél, 24-29 fokra melegszik a levegő. Vasárnap sok lesz a napsütés, kevés gomoly felhő jelenik meg, csapadék nem várható, mérsékelt lesz az északi szél, a hőmérséklet csúcsértéke 22 és 26 fok között alakul. A jövő hét elején napos nyári időre számíthatunk, csapadék nem alakul ki, 25 és 29 fok között tetőzik majd a hőmérséklet.